Keresd a sarki fényt! Természetesen az év szenzációja, a jégkorszak bemutató köré épült Nyíregyházán az első állatkertek éjszakája programja. Így hát nem meglepő, hogy egy közel 3 méteres jegesmedve invitálta a látogatókat az éjszakai kalandokra. Szerintem itt egy csapatként együtt nagyon izgatottak vagyunk, fáradtak, hiszen hetek óta készülünk erre az eseményre. Ez egy kulisszatitok, hogy már több főpróbánk is volt, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy az állatok is jól érezzék magukat, a világítást is az alapján alakítottuk ki. Varázslatos éjszaka, nyilván vannak különféle rendezvények, zsonglőrök, énekesek, illetve tűzsonglőrök is, de emellett mindenképpen a kulisszák mögé is bepillantást szeretnénk engedni, úgyhogy most éppen a takarmánykonyhá belsejében vagyunk. Tudják meg a vendégek, hogy milyen komoly munka folyik itt egy 6 tonnás elefántnak, mi a napi takarmánya, vagy milyen ínyences karlátaibis, vagy a krokodiltejú. Emellett betekintést engedünk a cápa bölcsödébe is, és aki esetleg a gyalogos út mellett szeretne kocsikázni, a Night Safarin erre is lehetősége van. A látogatók betekintést nyerhettek az állatkert mindennapjaiba, a háttérben dolgozó munkatársak pedig bezsebelhették a rengeteg elismerést munkájuknak azon részéért, amely a nagy közönség előtt eddig rejtve maradt. 6 fő egész nap a takarmánykonyhán tevékenykedik, ebből 2 fő az, aki egész nap körbehordja a takarmányokat egy takarmányos kocsival, és általában 4 fő az, aki egész nap zöldséget szeletel, aprít, húsdarál, porcióz és előkészíti az állatoknak a takarmányát. Az állatparknak több száz visszatérő vendége van, akik igyekeztek most is biztosítani a helyüket a rendhagyó programra. Többször is voltam zoosuliban, és amúgy nagyon jó. Mutattak be nekünk csontokat, gepárdbőrt. Az állatkertek éjszakája programjai este 9 órától egészen éjfélig szórakoztatták a közönséget. Az egyik legnépszerűbb attrakció a jeges medvék látványetetése volt.